estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják október 28-án pénteken este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Az első és a második világháborúban elhunyt katonákra emlékeztek a sátoraljaújhelyi temetőben. Több módon is segíti Sátoraljaújhely önkormányzata a lakosságot a megnövekedett rezsiköltség csökkentésében. A helyi rádiók országos egyesületet tagja lett a társaságunk égisze alatt működő Zemplén FM. Sátoraljaújhely önkormányzata, a Városvédőért Szépítő Egyesület, az Eötvös József Börtönügyi Egyesület, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Honvédség Sátoraljaújhelyi Toborzó Irodája, valamint a Kossuth Lajos Technikum, Szakképzőiskola és Gimnázium közösen tartott megemlékezést a sátoraljaújhelyi hősök temetőjében. 1540 katona előtt tisztelegtek, akik az első és a második világháborúban vesztették életüket, és itt találtak örök nyugalomra. Minden szentek ünnepéhez közeledve mindenki megemlékezik azokról, akik már nem lehetnek közöttünk. Családtagokról, barátokról és távolabbi hozzátartozókról. Azonban vannak olyanok, akikről csak egy gyertyagyújtással tudnak a családtagjaik megemlékezni, hiszen távol vannak, vagy éppen nem tudják, hogy hol helyezték örök nyugalomra az elhunytakat. A sátoraljaújhelyi hősök temetőjében több, mint 8 nemzedék hősi halottjai pihennek, akikről csak néhányan tudják, hogy merre nyugszanak. Ezért is tartja fontosnak a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképzőiskola és Gimnázium, hogy a halottak napjához kapcsolódva ápolják a hadisírokat, és fejet hajtsanak az első és a második világháború hős katonái előtt. Én úgy gondolom, hogy ez a temető a városunknak a része, és arra emlékeztet minket, hogy itt a régmúltban nagy harcok folytak, hiszen rengeteg Gizella, Karolina nyomvonalak itt futnak a hegyeinkbe, ahol a harcok mentek annak idén az első és második világháborúban, a lövészárkok még erről tanúskodnak. Ugye sok olyan hősi halott fekszik ebben a temetőben, több mint 10 nemzet halottja, akit nem is tudnak látogatni, és azt gondolom, hogy az emlékezés az mindig fontos. Meg kell tanítanunk a jövő nemzedékének azt, hogy emlékezniük kell a hőseinkre, az őseinkre, a történelmünkre, a hagyományainkra. Sátoraljaújhely város önkormányzata nevében dr. Terdik Sándor jegyző elmondta, fontos megemlékezni azokról, akik egykor a hazáért harcoltak. Úgy gondolja az önkormányzat is, és én is, hogy emlékezni kell, és emlékezni jó. Azok az elhunytak, akik a vérüket adták a hazájáért, vérüket adták egy nemes célért, azokra mindig kell emlékezni, és példát kell, hogy adjon mindenkinek arra, hogy mi a fontos az életben. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a temető, ahogy létrejött, ahogy megvalósult, és hogy minden évben megemlékezünk az itt nyugvó halottakról, az mindenképpen méltó ahhoz, amit ők tettek a hazájukért. Civil szervezetek is tiszteletüket tették a hősök emléke előtt. Ez egy nagyon fontos eredmény itt a városban, hogy miután megújult a hősök temetője, legyenek olyan kiemelt pillanatok a város életében, amikor a város lakói kifejezhetik a hősök iránti tiszteletüket, és azok a szervezetek, akik ennek a temetőnek a megújulásában részt vállaltak, azok valóban tegyenek is azért, hogy ezek az élő emlékezet ez megmaradjon itt Sátoraljaújhelyen. És az Eötvös József Börtönügyi Egyesület, mint a Börtönmúzeumnak, illetve a Sátorai Fegyház és Börtönnek a munkáját támogató civil szervezet különösen is fontosnak érzi azt, hogy ha már ennyi munkát elvégzett itt a város, illetve ezek a szervezetek, akkor ez meg így is maradjon, és érezzék a város lakói, hogy ez az övék, ez a temető, és érezzék azt, hogy ezek a hősök értük is meghaltak. A megemlékezés végén Sátoraljaújhely város önkormányzata, a Városvédő és Szépítő Egyesület, az Eötvös József Börtönügyi Egyesület, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Honvédség Sátoraljaújhelyi Toborzó Irodája, valamint a Kossuth Lajos Technikum, Szakképzőiskola és Gimnázium koszorúval tisztelegtek a hősök temetőjében nyugalomra helyezett katonák előtt.
Sátoraljóújhely város önkormányzata segítséget nyújt a lakosság rezsiköltség mérséklésében. Egyszer igényelhető egyösszegű rendkívüli tűzifa támogatás, valamint lehetőség van két rendszeres támogatás igénybevételére is. Az egyik a lakhatási támogatás, mely régebben is létezett. A másikra vonatkozó rendeletet az önkormányzat újként alkotta meg. Ez az állam által megállapított átlagfogyasztás felett keletkezett költség mérséklésében jelent segítséget. Sátoraljóújhely város önkormányzata háromféle támogatási lehetőséget biztosít a rezsiköltségek mérséklésére. Ebből kettő rendszeres és egy rendkívüli, mely utóbbi egyszeri tűzifa támogatást jelent. Azokban a fatizelésű háztartásokban, ahol a tűzifa beszerzése problémát jelent, és a jövedelem alacsony, azoknak tudunk segíteni abban, hogy rendkívüli esetben tűzifa támogatást biztosítunk. Ez az egy-két fős háztartásoknál 20 ezer forintot jelent, a három vagy több fős háztartásoknál pedig 25 ezer forintot tudunk biztosítani. A két rendszeres támogatásunk, az egyik az a lakás fenntartási támogatásunk, ezt 12 hónapos időintervallumban tudjuk biztosítani a rászorulóknak. Itt az alacsony jövedelműek azok, akik a segélyre jogosultságot szerezhetnek. Itt a jövedelmek vizsgálatra kerülnek természetesen, mint minden más ilyen juttatásainknál. A lakhatási támogatás 12 hónapos és az igazolt rezsiköltségek bizonyos hányadára vonatkozik, így számlák útján kerül elszámolásra. Ennél a támogatási formánál közvetlenül a szolgáltatónak adja a pénzt az önkormányzat, és nem az igénylőnek. A másik támogatásunk pedig egy új rendelet, ezt nemrégen alkotta meg az önkormányzat, ez pedig a állam által támogatott rezsiköltségeken fölüli fogyasztást támogatja. Itt a gáz- és áramszolgáltatásról beszélünk, ahol a fogyasztás a támogatott rezsiköltségek fölötti, ebből tudunk adni támogatást. Ez a rezsiköltség fölötti támogatás maximum 5000 forintig tudjuk biztosítani havonta ezt a támogatást, és ezt április 31-éig maximum 6 hónapra. Tehát minél hamarabb benyújtja valaki a támogatásra a kérelmet, annál hamarabb tud ebben részesülni, de maximum 6 hónapra, tehát ha valaki minél később nyújtja be a számlákat, és minél később nyújtja be a kérelmet, annál kevesebb hónapba tudjuk neki biztosítani a támogatás összegét. Itt a támogatás az a közvetlenül a fogyasztóknak fogyasztókhoz fog eljutni, és ez a rezsiköltségeknek a mérséklését szolgálja. A város jegyzője kiemelte, az emberek tájékozódjanak minden esetben a jogosultságról, melyet Sátoraljóújhely város honlapján a sátoraljóújhely.hu-n is meg lehet tenni. Itt a hirdetmények között megtalálhatóak a forrónyomtatványok is, illetőleg a polgármesteri hivatal erőterében is. De az ügyfélszolgálatban is lehet információkat kérni. A helyi rádiók országos egyesülete a legutóbb megtartott közgyűlése keretében három új taggal bővült, így a sátoraljóújhelyi székhelyű Zemplén Média Centrum égisze alá tartozó Zemplén FM-mel is. Ezzel a televízió mellett a rádió is képviselteti magát az országos szakmai szervezet sorában. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a térség egyetlen helyi rádiója is részt vegyen abban a sokrétű munkában, amely annak fejlődését is szolgálja. A helyi rádiók országos egyesülete magába foglalja azokat a helyi, regionális és országos csatornákat, amelyek ma a hallgatók tájékoztatását és nem utolsó sorban szórakoztatását szolgálják Magyarországon. A közös érdekképviselet szakmai támogatás egyaránt annak céljai között szerepel. A közelmúltban Sátoraljóújhelyi székhellyel elindított Zemplén FM 104.9, mely a Zemplén Média Centrum égisze alatt működik, tagja lett ennek a közösségnek. Minden ilyen kezdődő tevékenységnél óriási segítség egy olyan szervezetnek tagja lenni, amely szakmai egységet teremt és szakmai képviseletet lát el. Természetesen ezt várjuk ettől az egyesülettől, ehhez való csatlakozástól, hogy egyfajta támogatást, bátorítást és természetesen konkrétan szakmai segítséget kapunk tőlük. Az önmagában nagy megtiszteltetés, hogy egyáltalán a tagjaik közé, a soraikba fogadtak minket. Ez alatt a működés alatt ezek szerint már letettünk annyit az asztalra, hogy erre méltók és érdemesek vagyunk. Ennek köszönhetően a több évtizedes múlttal rendelkező televízió, valamint a közelmúltban elindított rádió is képviselteti magát azokban az országos szakmai szervezetekben, amelyekkel a közös munka a térség ismertségét, elismertségét is magukkal hozzák.
Egyrészt abban a tekintetben, hogy szakmailag erre érdemesnek találtattunk, mindkét szervezetről beszélek, tehát a helyi Televíziók Országos Egyesülete és a helyi Rádiók Országos Egyesülete, mint szakmai érdekképviseleti és szakmai támogató szervezet. Tehát abban a tekintetben, hogy erre mi érdemeseknek találtattunk, ezáltal elismerik azt a szakmai munkát, amit itt mi végzünk. Ez szorosan összefügg, elválaszthatatlan a várostól, Sátoraljaújhelytől és természetesen az ellátottsági területtől. Éppen ezért ezzel a jó hírnevét mondhatni visszük és terjesztjük a mi vidékünknek, amely Budapestről nézve van messze, innen nézve ez a világ közepe. Akárcsak a Zemplén TV, úgy a Zemplén FM szakmai fejlődését is segíti, az Országos Egyesületben való részvétel, tette hozzá a programigazgató. Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke volt stúdiónk vendége. Az 50. édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntője kapcsán a nagymúltú program jelentőségéről, a folytatásról és annak kihívásairól beszélgettünk. A verseny szervezésén túl ugyanis olyan jelenségekkel is lépést kell tartania, vagy éppen őrizni a magyar nyelv szépségét, amelyek ma hatásként érik a fiatalokat. Az anyanyelv ápolás egyik legfontosabb eszköze annak a versenysorozatnak a szervezése, amely az ősz közepén Sátoraljaújhelyen és Széphalmon ad lehetőséget a fiataloknak arra, hogy megmutassák, milyen mélyrehatóan ismerik anyanyelvüket, és használják is azt a maga szépségében. Erről is beszélt Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke akkor, amikor a jubileumi esemény kapcsán stúdiónkban láthattuk vendégül. Kiemelte, hogy fontos küldetése van fél évszázada ennek az eseménynek. A mi számunkra magától értetődő a szabad nyelvhasználat. És ha adunk magunkra, akkor azt méltósággal képesek, vagy méltósággal képviseljük. Egy erdélyi gyerek, vagy egy kárpátaljai gyerek számára napi küzdelem tárgya a magyar nyelv. Hogy az iskoláját megőrizhesse, hogy magyarul érettségizhessen, hogy ne vegyék el az egyetemét Marosvásárhelyen. Aki megszenved érte, az jobban értékeli is azt, amit jelenthet a számára az anyanyelv. Aki úgy készen kapja, az egyre közönösebbé válik. Tehát sokféle veszély fenyegeti és fenyegette a magyar nyelvet. Ezzel együtt a verseny feladatainak reagálnia kell olyan kihívásokra is, amelyekkel a diákok manapság szembesülnek, és az anyanyelv használatot egyre inkább a háttérbe szorítják, tette hozzá az elnök. A legnagyobb veszély napjainkban éppen a nem törődömség, és az a fajta durvaság, amely eluralkodott a közgondolkodásban is, és így a közbeszédben is. Tehát az, hogy nem becsüljük a másik embert, meg nem becsüljük azt a lehetőséget, hogy kiemelkedhetünk a hétköznapi embereknek, úgymond a tömegéből. Tehát a legfontosabb küldetés, hogy a következő 50 évben is az anyanyelvápolás ügyét szolgálja a versenysorozat. November 6-áig tekinthető meg a Lónyai Mennyhért és a Felső Tiszai Vízügy című kiállítás Tuzséron, mely a Felső Szabolcsi 19. századi vízszabályozások történetét mutatja be. Ekkor épültek meg a mai árvízvédelem alapját is képező gátak, és épültek ki a belvízvédelmet szolgáló csatornarendszerek. Lónyai Mennyhért és a Felső Tiszai Vízügy címmel nyílt kiállítás Tuzséron. A kiállítás a Lónyai 200 emlékév keretében valósul meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke szerint Lónyai Mennyhért ma is példaként szolgál munkabírása, hazaszeretete és problémafelismerése kapcsán is. A megye közösségeit, akár itt mondjuk Tuzséron a település közösségeit, ő nagyban erősítette meg, azzal a hazaszeretettel, azzal a haza iránti elkötelezettséggel és a szülőföld iránti szeretettel, amely az ő munkájának és az ő életének az alapja volt. És ennek egy szegmense a vízügyi tevékenysége, amelyel lerakta annak a modern vízügynek az alapjait, amelyet ma is láthatunk, és amelynek az eredményében ma is gyönyörködhetünk, hiszen mint a megnyitón is elhangzott, olyan vízügyi létesítmények valósulnak meg a mostani életükben, mint például a Mirotán átadott árapasztó tározó, amely egy komplett vízgazdálkodási, vízháztartási rendszer, amelyre nagy szükség van, és amely nagy feladatot vállal magára.
Tuzsér polgármestere szerint a sokszínű emlékév programjai közül is kiemelkedik a helyiek számára fontossága okán a mostani kiállítás. Azt gondolom, a település szempontjából egyik legfontosabb, legkiemelkedőbb esemény, hiszen ahogy említettem a beszédemben, Tuzsér népe a 19. század második harmadáig megvívta a harcát a természettel, tehát maga a Tisza folyó szabályozása, illetve a belvizek lecsapolása létfontosságú volt a település szempontjából és fejlődésének szempontjából, hiszen ezután változott meg a Tuzsér táj arculata, illetve a gazdálkodásban is óriási pozitív változás következett be. Az ebben az időben lefektetett elvek, elgondolások és produktumok képzik a mai napig az árvízvédelem alapjait. Egy teljes térséget emelt ki a feudalizmus elmaradt szakaszából, és indította el a polgári fejlődés, a közlekedés, az élelmezés, a hajózás, a mindennapi életszínvonalára óriási jelentősége volt a felső Tiszavidék szabályozásának, óriási jelentősége volt a nyírvízgyűjtő csatornának, a Lónyai főcsatorna megépítésének, és mindannak a belvízi, árvízi területi rendezésnek, amely, mint egy köszöntőmben mondtam, 2086,6 négyzetkilométernyen élő emberek sorsát változtatott. A kiállítás a Tuzséri Lónyai kastélyban november 6-áig tekinthető meg. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Az első és a második világháborúban elhunyt katonákra emlékeztek a Sátoraljóújhelyi temetőben. Több módon is segíti Sátoraljóújhely önkormányzata a lakosságot a megnövekedett rezsiköltség csökkentésében. A Helyi Rádió Országos Egyesülete tagja lett a társaságunk ügyvisze alatt működő Zentőnefem. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel hétfőn este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!